Csácsumi, csőtészta, csokolár és traktorkerék, szavaztok! Papikáim, Keeper vagyok, és ma baromira meg fogjuk nyomni a munkát, mert akarom azt a stegert! Közben meg egy csomó dumálunk, úgyhogy készüljetek fel, hosszú gameplayre számíthatunk! Na, nagyon-nagyon gyorsan pörögjünk! Gyerekek, ezeket már instant indítjuk meg. Ez az, nézzük meg, hogy mennyire vannak tele, 33%. Itt az ifa, hol az ifa? Kikapcsoltam a forgalmat, és úgy gondolom, hogy megoldható az, hogy baromira gyorsan megtermeljük azt a 240 ezeret, gyerekek. Egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy elküldtétek a világ összes létező mindenféle picet félretéve, világ összes létező Zetor módját a rendelkezésemre bocsájtottátok, gyerekek. Ugye ezelőtti részben mondtam, hogy jó lenne, gyerekek, hogyha elküldenétek nekem azt a modot, amit használtam régen, ugye a Farming Simulator 15-be. Hát gyerekek, ti nem kis pályáztatok, tényleg elküldtétek az összes Zetor modot. Néhányan azt küldtétek el, amelyiket tényleg használtam, de igazából teljesen jó. Örülök neki. Na, mit kellene még csinálni? Ugye, meg is mutatom ezeket az új modifikációkat, amiket beraktuk a játékba gyorsan. Hát és akkor utána már megyünk is vissza. Hát áttörök között van. Na, küldtetek ilyen Zetormodot. Küldtetek. Jó, hogy van itt egy MTZ, látod? Lebuktunk. Van itt nekünk, ugye az Universal. Ezt is imádtam, gyerekek. Ez olyan gyenge az a gép. De mi az, hogy 240 lóerőre van téve? Nem tudom, mi ez. Na meg van itt ez az Zetor. Ezt szerettem régen, gyerekek. Ez nagyon király volt. Na, mi a szituáció? Hogy vagyunk itten? Hát nem tudom. Igazából fölösleges addig hordanom bármit is. Neki kéne állni. Hőhe, moré. Neki kéne elni kultiválni is közben, de igazából jobban lenne, hogyha rábával kultiválnánk. Úgyhogy egy kicsit addig szenvedek vele. Szenvedek én itt a dolgokkal, büntelen. Na, gyerekek, milyen jó, körbejárunk majd lassan. Na, akkor ez, hogy megteljen, ugye félig van, ahhoz még jó sok köl. Úgyhogy akkor a kultivátort lehet, hogy neki kéne fognom. Nem akarok még venni gépet, most ne haragudjatok. Ja, mert kiorthatnám még a izét is, ugye? Azt is írtátok, hogy föllapálhatóhatnám a izét, a cuccot, meg kiorthatnám, ami még van. És ki tudta mondani a keeperre, jó? Na, ugye árpa, búza és fa, pritték, mondtátok, hogy baromi sokat ér. Hol veszik azt a MAF telepen? Nem annyira, figyelj, de nem annyira. Igazából ami van nekem, az az árpa. Azt tudnám elvinni, 13.000 liter. De hát azt most akkor hogy így? Hogy így lenne jó? Nem hordok ilyen árpát egyelőre. Az a baj, hogy annyira akarnám csinálni ezt, csak ugye ezek a kombájnok, ezek nem valami túl nagyok. Még 10%-on van, úgyhogy érdemes, várnom kell. Kultiváljunk? Na, meggyőztetek, akkor kultiválok, gyerekek. Körberántam én, úgy kéne megcsinálnom, ugye, hogy akkor az egyenes, amiket le tud majd a Steiger, ugye, munkást csinálni, nem úgy, azt ugye megcsinálja, oda-vissza, és akkor csak a széleket kéne. De az is úgy lenne jó, ugye, hogyha a Steiger menne, és akkor én meg utána. Nem tudom ezzel, hogy lesz, mi lesz. Nem tudok mit csinálni most, ez a bajom. Kéne még egy izé nekem, gyerekek. Kéne még egy kombájn, az lenne jó. Tehát még egy kombájn veszek, akkor már megint az befektetés is. Aj. Mindegy. Az arató munkásokat kell kiszolgálni, gyerekek. És akkor viszünk egy... Figyeljetek, leürítünk. Ja, 47%-on van. Azt csinálom. Figyeljetek, a hátsó pótkocsit azt itt hagytatnám, nem? 22-18%, mennyi lehet a második pót például? Na mindegy, ürítünk egyet. És akkor lehet, hogy megyek egy kört, és a leghátsó pótot azt meg itt hagyom. Ó, de imádom a driftelést, mi? Láttátok ezt a driftelést? Ja, nézzük, nincs forgalom, kikapcsoltam, idegesítő volt. Nem azért, mert
Most a valóságban nem viselném a forgalmat, de ezek izék voltak, ezek kamikaze járművek voltak. Oké, gyerekek, akkor hátsót azt itt is hagyom. Jó is lett. Oké. Ezt akkor mehetünk, gyerekek. Egyébként van még egy pótkocsim is, úristen. Az lenne jó megtölteni mindent, mi? Na mindegy, ezt elviszem akkor. Ugye tudjuk, hogy hova kell vinni, nincs vele semmi probléma. Egy pótkocsival tudok vele csak bemenni, szóval kell nyomni neki, mint az őrült. 51-el megy ez az IFA, nem túl sok, de azért jobb, mint az MTZ. Ja, jó lenne, ebben a részben szeretném azt megvenni azt a izét, gyerekek, nagyon kéne nekem. Jaj, de jó, hogy nincs forgalom, komolyan mondom. Az igen? Megint drifteltünk. Jó, én elviselem ezt a forgalmat, gyerekek, de azt nem viselem el, hogy kamikaze módon viselkednek ezek. Így érted, így legalább tudom, hogy megyek, akkor nem az van, hogy nekem jönnek jobbról, balról, oldalról, mindenhonnan, hanem tudom, hogy normálisan tudok közlekedni. Esküszöm, itt meg már úgy ismerem az ezeket az utakat, mint az ide, mint hogyha Ráadó környéken maszkének. Nem is Ráadó, Zalamegye, tudod én. Azt izé, tényleg olyan. Tiszta otthonosan érzem magam. Otthonosan érzem magam ezen a tájon. Egyébként oda rögtünk múltkor már Szilváékkal, ugye, hogy itt van olyan, hogy alsó újlak körülbelül, nem tudom, pár kilométerre tőlem. Ez nagyon durva. Szóval, ez nem is annyira. Meg kéne mennem, hogy ezt körül kéne néznem. Sőt, izével meg kéne nézni. Gyerekek, csináljunk egy ilyen összehasonlítást, mint a Yaki Mapon? Tudod, Google Maps-szal. Ha lehet, hogy tök hasonló. Hasonló. Félek kanyarodni, mert tolja a seggét, mint a disznó, gyerekek, olyan, mint valami Camaro ez a jármű. Jó, ide tetszenek az új felnik a Ventún, gyerekek. Csodálatosak lettek, mori. Ja, mindjárt lemegy a nap egyébként. 19.43, ez korom sötét. Vaksötét lesz, gyerekek, vaksötét. Ajde jó, most így normálisan közlekedünk, tudunk nézegetni a csajokat is. Szevasztok, mori. Mi a szituáció? Hello baby! Rácsapok a seggedre, na. Jó, előre járok, elvileg akkor lebillenti a hátsót is. Most ezt leakasztottad, babám. Az az. Elvileg, ha jó, jó, így előre jártam oda, a színnek az altövibe, akkor le tudta billenteni oda is. 120 000, hát... Csinyángyűn, gyerek, 13 000, megnézzük egy ilyen fordulóval mennyibe van. Hát azért meg kökubikóni gyerekek. Ki kéne innen tolatni megint. Sima liba lesz a tolatás, gyerekek, figyeljétek meg. Kipör az már nagyon, annyira vágja a témát, mint az őrült. Mindjárt. Csak mindig fordítva akarom, ugye, fordítva fordítom be, mi? Várjál. Mi? Úgy. Hely, igen, túl hamar mentem át oda. Túl hamar szedtem át. De hogy itten izének kell lennie a karítésnek, ahogy rohadjon meg. Hát túl felül, oda nézzé, more. Hát hogyan törjem be annyira ezt a pautkocsit. Igen, jó, betöröm. Betöröm mind a lovat. Még egy kicsit. Úgy. Az a baj, ott vannak pont a kerítések a szembe. 48 és a pótkocsi. Írtátok 100%-ig, ne menjek egy, gyere bébi, nem szólsz be, bébi vagy jó. Olyan cuki vagy. Cuki vagyok. Szeretnek is a nagyok. Ez olyan izé, nem? Ez ilyen, nem is tudom milyen, ilyen pedós. Szám, nem?
Cuki-cuki vagyok, szeretnek is a nagyok. Nem állnak előtt volna, Gyuni? Kipör, ne szórakozzál velem. Ne legyél hülye, ha már... Okos legyél, ha már szép nem vagy, mi? Szokták volt mondani. Ismerjétek ezt a dumát? Hát a rohadt életben, hogy nem tudok tolatni ezzel a portkocsival, de most nem is akartam. Nem már! Forduljunk el itt ebbe a túros rétesbe, mert mindjárt megőrülök. Na! 49. Letörtük a lámpát a izéről. Cuccasru. Cuki, cuki vagyok, szeretlek is a nagyok. Hát ez nem olyan gáz. Szerintem az gáz. Na jó, menjünk gyerekek, menjünk, mert már figyeld. 80% pont oda fogunk érni, de most legalább ki van így szépen egyensúlyozva. Az lenne jó lenne. Figyeljetek, ott van az MTZ ilyen mozgatógépnek, nem? Akkor lehetne mindig oda hunzingálni a pótokat. Ez nem merek vele nagyon kanyarodni, mert baj lesz. Tűn, nagyon megy az utó. Most szépen rá tudok állni az útra, végre nem, nincs forgalom-e. Mehetnél gyorsabban is, de most miért 47-te megy, amikor... Ja, mert pótot húzunk, vagy miért? Amikor izé van, 51 van kiírva neki? Ennyi van előírva? Hát vagyunk ott szemben, látom, ott vannak a verdák-e. Tárvágtatok így belső néderbe. 51, tessék! Valami nem tetszett. Átvágtattunk a bozóton. Zifalba, majd kell ezeket javítani egy kicsit. Nem tudom, a javítási költségek azok hogy fognak. Hoppa! Ha nem néztem volna körül, mi? Fetiport volna verde. Az vágott, hogy izé voltam 2 méterre tőle, azt odébb taszítottad egy kicsit. Szállete talán, nem? Ilyen gyorsan ment, hogy izé volt. Fú, szállá neki. Brum brum. Talán szemben nem gyűn semmi, mi? Mármint úgy értem a sinen. Nagyon hamar rangálódnak a dolgok egyébként. Kicsit túlságosan is gyorsan. Oh, mare! 100%-on van a hátsó. Megyünk oda. Ez hátul... Hogy hányszor láttam a pótkocsit hátulról? Mindig gyalogoltam mögötte. Amikor például... hát hány... Aki tudja, miről beszélek. Miért gyalogolsz a pótkocsit, meg gondolhatnád? Te laikus. Hát azért, mert például megy ki az erdőből, aztán nem szabad felülni rá, mert izé leeső, vagy felborul a portkocsi, vagy éppen rakod a bálát, és akkor mindig kullogsz utána a tarlón, vagy éppen földobd utána az izéket, vagy mellette ugye így és földobálod a kocka bálát, ugye meg ilyen apróságok. Miatt szokott történni ilyen? Miatt szokott történni ilyen? Figyelj, a másik is mindjárt fullos. Gyorsabban! Na. És kéne izét... Gyorsan berakni neki, kuplunk ki, nyílgáz. Nem érünk oda, 99%-on van a kicsike. Egyébként még mindig hatalmas az a tárló. Vagyis ez a kakaricás. Eszméletlen nagy. Nem arra, mit csináltál te meg itt? Kifáraultál? Nem áll a kabinba, engeded-e? Jó. Jó lesz az gyerekek. Hát baromi sokáig tart sajnos. 240 ezer. Na, de itt tényleg értékelni fogom azt a rohadt rábárt, mi? 240 ezerért összekaparom. Utána meg izé... Nem az lesz, hogy még egy rábát veszek hip-hop 11 ezer euróért. Öcsém, ha akarsz még egy rábát, akkor megint kubikolhatsz egy csomót. Úgyhogy itt tényleg fogom értékelni ezeket a gépeket, gyerekek. Amit megveszek, basszus, az nem az van, hogy eladok 3 rábát, veszünk egy izőjét, ezt meg azt. Jó van. 63%. Odébb vissza egy picivel, mondjuk. Megint drift van.
Én nekik ez a driftelés, ez brutál. Mondjuk ide leviszem, jó? Oké, jó lesz ez nekünk. Na, mit kéne csinálni? Valamit kéne még művelnünk, gyerekek. Hűad útra mi? Hűad útra. Azon gondolkozok, a Weimart le kéne vinni a ganyéhoz. De várjatok, a Weimarra tudnék venni izét, amivel fel tudok pakolni izét, mi? Fa valamit. Várjatok, azt már mennyibe kerülne a Weimarra? Csak ilyenkor megáll az idő, mi? Ez nem jó. Az nem jó. Aha, ez -e. Ez a tudom a falprítékot is. Vásárlás. Mennyibe kell? 900-ba kerül. Jó, hát ez gyűhet. Gyorsan belepizélünk, itt van. Ezt a fölveszem rá azt, figyelj. Hát ezt hogy elindítani? Engine on. Numpad enter. Ne szórakozzál, more! Break. Na, most elindult, jó. Induljuk meg! Azt a vegyár úristeni gyerekek, ez azért ez nem kis pálya. Mert ezt lerakom valahova. Ott jó lesz, ott meg hátul ott van a izé. És akkor azt tudom csinálni, hogy falprítékot föl tudom ezzel lapátolni valamibe. Ez korrekt egyébként. Így pördült harmat, amire fölment. Jó. De ez nagyon tipikus, nem? Meg ahogy leng. Hátul van valahol. Ez vagy már nem túl nagy, egy kicsit olyan furcsa, nem? Vagy... Én ez nem úgy. Azt nem tudom, mivel tudtam bekapcsolni a motort. Mert kikapcsolására ugye numpad entert mond, nem, egyébként nem működik vele. Ja, baj, én próbáltam ezerre. Várjatok, de az a baj vele, aha, nem fogom tudni. Ugye, hát ez elég nehéz lesz, mert ugye kotla alatt van-e. Mindjárt befér ez oda? Van be? Ippek hogy? Ahogy szokták mondani. Vút vala. És hogy kell összecsukni? Arra lenni kíváncsi, hogy kell összecsukni. Hát kell ráváltani? Aha, megvan. Aha, megvan, jó. 14%-on van, ott van, most kijön ki. Jó. Most van 100%, 1800 fér bele. Jó, gyerekek, ez nekem jó. És akkor kell majd egy pótkocsi. Na nézzük, várjatok egyelőre. Hol van izé? Ja, itt az ifa. Hol vannak a... Jó, basszus, ezek nagyon elmentek, jó. Jó lesz nekem. Egyébként most azt akarom csinálni, hogy a másik pótot viszem. A nagyobbikat, tehát kicsit gyorsabban fogunk haladni. Hát bocs gyerekek, de ez az aratás, ez ilyen nagyon-nagyon nagy meló. És nagyon driftel az ifa. Ó, te fiú. Csúszik a kukoricaus. Nagyon szart épőzni is, Kövi. Ezt fogom itt hagyni, és ezt fogom minni. Ebbe több fér, meg ez így konkrétabb azért. Konkrét. Ott van a másik pótkocsi, ott is van egy.
Tehát megtelik ezzel. Túlfutottunk, túlfutottunk, jó. Podgocsi is le van szedálva, gyerekek, itt szanszír vertem mindent, mi? Tünkretettem a dolgokat. Nem sem kiürítjük őket. De azért férdögivel. Egyébként a tempomat nélkül is ez marha jól irányítható, vagy sebességet lehet vele tartani normálisan. Nézzétek meg. Hát a következő részben van a gyerekek, neki kell állni mindenképpen kultiválni, mert rába van. Basszus, akármi lesz, gyerekek. Akármi lesz, mert itt azért ma. Na rendesen munkának érzem bazzá ezt a dolgot. Úgy evegettem. Oké, megyünk a másikhoz, az meg 62%-on van. Szerintem akkor el is viszem. Az lesz, gyerekek. Na, 36, 29. Hát még férne bele, de elviszem. Jó. Csapassuk, és akkor azt csinálom most, hogy átmegyek itt. Ezen a részen. És ott megyek ki az útra, ugyanúgy, ahogy jöttem. És sokkal gyorsabb leszek úgy. Igen, és akkor ott van szembe az út, és pont odaérek. Ez nagyon jó lesz. Jó van, gyerekek. Az éjszakát azt meg akarjátok nézni? Belepörgessek egy kicsit az időbe? Hát, hogyha az... Az úgy még nem láttátok akkor, amikor úgy benn van az a mód. Modifikáció. Itt óvatosan basszus, mert nagyon durva terep. Benn van az a modifikáció ugye, hogy... Korom sötétség. Daylight mód, vagy nem is tudom mi a tököm. Úgyhogy az annyit tesz, hogy nem lát semmit. A faluba el kell menni felkapcsolni a villany, gyerekek, akkor. Most akkor kicsit úgy megyünk, aztán majd meglátjátok. Ma ugyan normál... Ezt jól megmondtam. Milyen izé, ilyen... Mint amikor van egy ilyen videó, amikor valami kenyai csávó mondja a nevét, aztán mondd a nevedet. És akkor még egyszer. Azt akartam mondani, hogy Swarming Simulatorban ugye default kb. Abszolút nincsen sötét. Itt ugye benn van ez a modifikáció, amikor mindjárt meg fogjátok látni. Hogy egyszerűen ilyen nagyon beteg, durva sötét lesz. Figyú. És akkor most itt megállítom. És akkor érted. A valóságban ilyen sötét van. Nem izé, bazzik, nem az, hogy félig. És el kell menni felkapcsolni a faluba a villanyokat, mert különben a faluba is korom sötét van. És a telepen is korom sötét van, érted? Most figyelj, kívülnyek kiszállok, megmutatom. És ki vagyunk szállva. Ott a hold. Érted? Ez így nagyon brutál. Ív az-e. Kapcsoljunk valami világítás, mert megvadulok. Ha van munkalámpa is. Ó, de jó. Így megyünk, mint a karácsonyfa. Na, csapjuk neki. Menjünk gyorsabban, mert úristen, most meg már a munkások tele lesznek. Na, de is fel is kell kapcsolni akkor a faluba a világítást, mert nagyon sötét lesz különben. Hát lehet, hogy oda kéne először elmenni. Azt hiszem, hogy valamire jobbra van a... Itt egy trafóház, jó. Itt azt hiszem, fel tudom kapcsolni, mindjárt megnézzük. Bazze! Gyerekek, ez jó ötlet volt, átmentünk Stalker hangulatba. Mert nézzük itt a izét. Lehet, hogy nem itt kell, hanem a másiknál. Itt nem nagyon... Nem nagyon ír semmi olyat. Jó. Gyerekek!
Tiszta para van, mi? Nem, ebbe az állásba hagyom. Elmegyük, megkeressük basszus a trafóállomást, mert ez így nem lesz jó. Tök sötét van a faluba is. Ki volt a világ, a falu sötét. Ki volt a világ. De nézd meg, az árnyékok is mennek ám meg minden. Nagyon jó. Tábla árnyéka ott. Tudom, hogy nem erre kell menni, csak meg akarom keresni a trafót. Mindjárt ki fölhívom azért a Dédászt, hogy... Vagy az Eont, hogy valamit csináljál már, mert sötét van, félek. Ó, erre van, a gólya is meg van merevedve, fél mind az üszök. Ne féljél, moré! Mind a szűzlány a vibrátornak, mi? Ne remegj, nekem is ez lesz az első. Akartam időt kapcsolni, reflektort, basszus. Mondom, tompitod van. Na, hogy így van ez a dolog? Elvileg itt lehet. Világítás felkapcsol. Ó. Oh. És akkor most van világítás? Ah, van. Van valami világítás, de nem egy ízveszejtően nagy. Ó, de jó néz ki, figyelj de! What, töcsém? Hát sajózós este van itten most. Nagyon cool. Van világítás. Na csak meg kell fordulni valahol, mi? Ilyen látási körülmények között, vagy mit tudom én mibe? Mi az a izé? A reflektornak a izé visszajelzője. Várj, valahogy nem tudom, hol forduljak meg. Itt bemegyük balra, aztán itt valami lesz. Megcsinjünk, facsiga. Földútra rámentünk. Milyen vége a földútnak? Tudom, mi történik, gyerekek. Belegyüttünk a nagy sarba, meg mindenbe. Az az ideje, az FPS dropot okoz keményen ez a világítás, mi? Én is észrevettem. Most ez így feeling, várjátok, kikapcsolom. Kikapcsoltam a világításomat. Na, ki van kapcsolva? És csak a falunak a fényei, figyelj. Kicsit be vagyok szarva, na. Nagyon király. Imádom. És nem tudom, hol megyek, na jó. Tegyünk valami világítást fölül, aztán csapassuk. Vigyük le a izét. Basszus, biztos, hogy megtellett már minden. Itten tök részek. Hova kell vinni? Gyerekek, marha zsödén van, na. Fel vagyok keveredve, mint cigány gyerek a Huzentrógerba, gyerekek. Erre, na. Jó, meg vagyok. Menjünk. Itt van a tűzcsap. Ide szoktam hozni a Juniort, itt húgyozik. Csal. Szedd alá, Jenő. Hú, de szépen bejártam, gyerekek, itt meg már annyi kukoricát elottam, abba tudnak fürödni. Külső nézet, van olyan, ami munkalampaszerű, azaz. Hátsó lámpa is van, gyerekek. Az alap 40 ezérnél járunk, az nem rossz. De ezt még nem ürítette le teljesen, várjál már kipör. Tök jó különben, hogy Q-val izél is, old és Q-val ürit is. Egyébként nem tudom, mit variáltak a Farming Simulator 17-be ez ügybe, mert szerintem ez teljesen jól működött ez a rendszer. Nekem én bírtam. De hogy itt korom izélyben vak sötétbe kitolatni még ráadásul, ez egy izgalmas, élményes, csodával határos dolog lesz. Hogy ez nekem gyerekek mind az agyba szarás egyébként, rájöttem. Ez a tolatgatás. Csak ez a sötét, zörgyítő. Menjünk haza, mi az a piros templomot? Lila templom, na. Menjünk haza, mondom, gyorsan, nem haza kell menni. De mi ez, hogy itt ilyen lila fények vannak? Diszkóklubok szól már a zene, vagy mi van? Csapjuk neki gyerekek, jó van. A izébe is föl kellett volna kapcsolni.
Ugye ilyenkor fel kell kapcsolni az izébe is, a telepen is. Ott is korom sötét van. Mondom, itt diszk, mi a diszkó fények vannak? Mi az már? Sötét van. Nem látok. Egyszer volt egy olyan helyzetem. Jöttem haza a szomszéd faluból, izébe, buliba. Bulibú. Volt részegen, aztán egyszer csak átjött elé, így rám fordult egy Steiger. Szántotta a főred, vagy tárcsádat, vagy nem tudom mit csinált éjjel. Az úgy nézett ki, mint a karácsonyfa. Úgy mondom, ott mi az istennyire, az ufók leszálltak. Ez a max világításom, komolyan. Így kell venni, gyerekek. Így. Meddig nem töröd össze, mi? Nem vagyunk 97%, egyébként elcsesztük egy kicsit az időt. Az időt. 158 ezer gyerekek még mindig. Hol vannak a kombajnok egyáltalán ebben a sötétben? Meg se lelem. Gyerekek, nem mentünk már miatt már egy izén? Vasút is innen? Vagy mi volt az a piros fény, gyerekek? Sárki fény van itt, né? Azért nem látok kettőig, hallod? Mi az? Vonat! Ez nagyon durva, gyerekek, ilyen sötétben hallod. És tudod, mi van, mi ez a rózsaszín fény itt, mit tereng itt? Ez nagyon hangulat, nem? Kicsit fázok is, hogy vaj. Cirifelnek a tücskök nyár van, de egy kicsit olyan hűvös fajta. Fúj a szél. Hát kerünk itt a idén. Hát most a kombájnokat megtalálni, hallod? Mert kéne villogni a sárga villogónak, vagy valaminek. De hát fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. Körbe megyek, azt majd megtalálom, nem igaz? Villogatnak elvileg, mert fullon vannak. Jó, elvesztettük a fonalat. Itt mentek, itt vannak a kerékcsapáik. Ó, bazza, mi volt azon a jugrató? Gyerekek, hát hol vannak a forsíták? Ott villogtat, ott. Ott látom a pici sárga pontot már. Ott. Ott vagy, itt vagy, meg vagy, barátom. Mi van, mit akarunk? Mi a szar? Hol van ez? Mit keres az ott? Mit csinál? Hallod? Sötétben mi van? Elveszett? Hallod, ez mit keres itt külön? Hát nincs is izé itt. Hát nincs is föld. És hol van a másik forsít? Az meg ott van. Hogy nem, hol van? A betyár úristen iteket. Jani! Hum van a haver? Vissza mentek, itt kepesztettek a sötétbe. Ez 6%-a kezdi. De mit akarsz még aratni, gyerek? Kíváncsi vagyok, elindul-e itt, mit kepesztet? Elindul a francot. Ez van, hogy bevégeztette itt. De hol van a másik, gyerekek? Ezt nem is látok semmit. Hol vagyok? Ott villog, ott villog benne valahol. Tök máshol, mint az előző. Hát mi történt ezekkel? Itt villogat, ha. Hol villogsz, te hülye? Te mit keresel itt? Ezt most már komolyan nem értem én. Ez közel nincs ott. Tök máshol van, mint az előző. Jó van, gyerekek. Hiszek én nektek. Szépen itt kacskaringóztok össze-vissza. Na ürítsé, aztán mennyi. A másikat meg izélem. Másikat meg szerintem, várjál, beürítem hátra, addig a másikat elhozom onnan. Hát. Hű, gyerekek.
Aha. Ez az. Gyújtsunk valami világítást. Ez az összes? Jó. Keresünk valami olyan helyet, ahol lehetne esetleg aratni. Aha, jó. Megküldöm ezt szerintem arra. Jó lesz az. Szerintem itt ugye volt egy olyan rész, amit így körbehúztak, már elvégeztek vele, és akkor az ott maradt az a forsít. Szerintem ez az ifa. És ezt itt is hagytam már az előző. Jó, oké, akkor jog vagyunk. 46%. ...157 000-nél tartunk, gyerekek, hallod? Nagyon eszméletlen lassan megy, eszméletlen lassan, nem tudom, mit csináljak. Gyerekek, azon gondolkozom különben, hogy lehet, hogy azt csinálom, hogy veszek fel kölcsönt. Veszek fel egy 100 kölcsönt, és akkor megvan az izé, a rába. Mert ugye még az IH tárcsára is ki kellene izélni. Ki kellene szedni a lóvét, úgyhogy lehet, hogy veszünk fel kölcsönt. És igazából az még jobb, mert ugye ter, azt ugye fizetnék el meg minden. Szóval az is egy hiteles dolog. Azért a sötétben. Hallod, ez nagyon durva. 10 félelmetes itt minden így. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Éjszakai aratás téma megvolt. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor annyit csinálunk, hogy a következő részt az már azzal kezdjük, berakom az IA tárcsát. És veszünk fel annyi hitelt, hogy legyen meg, basszus, mert 157 000-nél vagyunk, és iszonyatosan lassan jön a pénz. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, csáááá!